Jó estét kívánok, ez a Művészbejáró Békés megye kulturális magazinja. Hévízen egy olyan műfajt bemutató kiállítás megrendezésére készül a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum, amely születése óta töretlen népszerűségnek örvend az egész világon. Az, akik a humorban nem ismernek, tréfát, karikatúrák a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményéből című tárlatról ma esti adásunkban Gyarmati Gabriellával beszélgetek. Üdvözöllek! Beszéljünk elsőként magáról a karikatúrákról, és ugye a gyűjtemény darabjairól. Mikoriak is a művek? Milyen korra tehető az elkészülésük? Ennek a kiállításnak a képzőszeti anyaga a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményei közül a képzőszeti gyűjteményben lakik, és grafikákat és festményeket foglal magában a kiválogatott kollekció. A legkorábbi művek az 1870-es évekből származnak, kb. Ezeket Jankó János készítette, aki Békés megyei kötődésű alkotó, Tóth Komlóson született, Tóth Komlós jeles szülöttje. Különlegessége az, hogy rendkívül termékeny alkotó volt, a festészeti működése, tehát az időigényes festészeti működése, de kicsit háttérbe szorította a grafikai működése, ugyanis egy nagyon népszerű illusztrátor és karikaturista volt a maga korában. Annyira népszerű volt, tehát elhalmozták megrendelésekkel. Volt olyan, hogy két ellentétes politikai álláspontot képviselő lapnak is volt az illusztrátora egyszerre. Tehát amikor reggel megkapta az aznapi feladatot, az aznapi történést, akkor a két lapnak, tehát a két lap ellentétes álláspontot képviselő szellemisége szerint kellett a két rajzot elkészíteni ugyanarról a témáról. Tehát ő készített a legkorábbi munkákat, amelyek kb. Az 1870-es, 60-as, 70-es években születtek. Ugrunk az időben, és a 20. század első felébe érkezünk, ahol amikor is olyan grafikusok munkáit mutatjuk be, mint Bérdezső, az orvosból karikaturistává lett Homicskó Atanáz, valamint Garai Ákosok, mind ebben a műfajban nagyon ismertek és népszerűek. Népszerűek voltak akkor, és ismertek ma, inkább így mondanám talán. A kiállítás legtöbb művét Mazán László készítette, a legtöbb alkotását Mazán László készítette. Az a Mazán László, akit a békéscsabaiak nagyon jól ismernek, nagyon szeretnek. Őt szeretik a békéscsabaiak, de ő is nagyon szerette a csabaiakat. Nagyon érdeklődött a csabai emberek iránt, a csabai életforma iránt, a város iránt egyszerűen. És nagyon, szinte az első világháború után, amikor megszerezte a diplomáját, akkortól indul az ő alkotói karrierje, és viszonylag fiatalon meghalt, de mégis eltelt egy olyan, hát majdnem 3 évtized, amíg ő részben tanárként, részben alkotóként, művészként tevékenykedett, és egy viszonylag kevés művet hagyott maga után, de nagyon érdekes. Egy nagyon érdekes életművet. Ha már a számoknál tartunk, akkor lehet azt pontosan tudni, hogy pontosan hány darabból áll kifejezetten ez a gyűjtemény és a kiállítás? Hát a gyűjteményünk az, a képzeti gyűjtemény egy 9400 darabból áll körülbelül, és ebből, amikor ezt az anyagot áttekintettem a korábbi években, akkor vettem észre, hogy igen, tudtuk, hogy a mazán művek egy külön egységet alkotnak, de ugye a mazán műveken kívül más karikatúrák is találhatók a gyűjteményben, és igazából így született ennek a kiállításnak az ötlete. És tehát több mint 30 képzeti alkotást vettünk be ennek a kiállításnak az anyagába, de azért, hogy ezeket a mindenféle korú karikatúrákat, mindenféle világukat, mindenféle tőlünk már, a mi világunktól ezek távol állnak időben, térben talán nem annyira, de időben mindenképpen egyszerűen egy más, tehát nagyon megváltozott a világ azóta, és mivel ezeknek a karikatúráknak, mint általában a karikatúráknak is, a
a mindennapi élet, a valóság az alapja, de nem a mi valóságunk. És ezért azért, hogy egy kicsit közelebb hozzuk a ma emberéhez ezeket a műtárgyakat, ezért gondoltunk arra, hogy csinálunk egy kísérletet, és a karikatúrákon szereplő tárgyakkal egészítjük ki a kémészeti kollekciót. Milyen szempontok alapján válogatták össze ezeket a kiállítás darabjait? Ugye, nyilván említetted, hogy rengeteg mű birtokában áll a múzeum, és ebből csak egy része képzi a kiállítás. Igen, tehát a karikatúrákat választottam be. Nyilván ez egy tematikus válogatás. Nyilván nagyon sok ilyen, tehát egy-egy ilyen gyűjtemény, tehát nekünk ugye nagyon gazdag, az egész múzeum gyűjtemény nagyon gazdag, de a kémészeti gyűjtemény is ezen belül nagyon gazdag és nagyon érdekes. Tehát nagyon sokféle téma felvethető így, és egy-egy téma köré csoportosíthatóak a műtárgyak. A karikatúra ez most egy megközelítés. De hát ezen kívül számtalan válogatást lehetne csinálni. Zömében milyen gondolatokat közvetítenek a karikatúrák? Nyilván a karikatúra jellegéből adódóan, ahogy te is említetted, a mindennapi élet témáit dolgozták fel, de nagyjából melyek voltak ezek a témakörök? Alkotónként is változik. Uh-huh. És tehát változik koronként, változik alkotónként. Jankó Jánostól három karikatúránk van, amelyek, tehát bizonylag hétköznapi témákat dolgoznak fel, de róla tudjuk azonban, hogy ő egy rendkívül virtuóz karikatúrákat csinált a napi politika tárgykörében. Zavarba ejtően szókimondóakat. Tehát meg kell mondjam, hogy két évvel ezelőtt rendezett a Munkácsi Mihály Múzeum egy Jankó János önálló kiállítást, ahol a festészeti és a képgrafikai, javarészben illusztrációs anyag mellett jó néhány politikai karikatúrát is bemutattunk, de mellbevágóak voltak. Tehát nagy meghökkentő volt, hogy milyen merészen, milyen de közben milyen szellemesen, milyen kifinomultan tudta ezeket a gondolatokat közölni. Tehát, tehát ez a fajta, a karikatúrának ez a fajta határtalan szabadsága, ez a műfaj indulás, akkor az 1848-49-es forradalmi szabadságharc idején Magyarország indulásáról beszélünk. Tehát ez a műfaj ez felbukkant Magyarországon, és rögtön nagyon népszerűvé vált, nagyon nagy sikert aratott, és nagyon jó alkotók kezdtek el karikatúrákat rajzolni, nagyon jó karikatúrákat rajzoltak, mert rájöttek arra, hogy ez egy remek kommunikációs lehetőség a közönség felé. Tehát ez egy érthető, nem didaktikus. De tehát úgy tűnik, hogy egyfajta könnyed fogalmazásmóddal mond el rendkívül sommás véleményeket. És ez volt ilyen, ennek a műfajnak mindig is ez volt az egyik fő lényege. Manapság egyébként mekkora népszerűségnek örvend a karikatúra? Hát a karikatúra szerintem ma is népszerű, de még visszatérnék egy kicsit az előző kérdéshez, hogy tehát volt ez a nagyon nagy szabadság, és ez a szabadság, de nagyon sok lapot is adtak ki a 19. század második felében, több egymással párhuzamosan jó néhány élszlap működött Magyarországon, és az első világháború után csappant meg, nem hinném, hogy az ezek iránti érdeklődés, tehát nem is tudom, tehát nyilván ennek is sok oka van, mint szinte mindennek, tehát semmi nem egy ilyen egyszerű, nincs egy oka, nincs két oka, de nyilván ez egy összetett jelenség, hogy miért csappant meg ezeknek a lapoknak a száma drasztikusan. A második világháborúban, meg hát ez az én generáció már ismeri ezt, tehát ismerjük, hogy a politika mennyire irányítása alá vett mindent, többek között a karikatúrákat is, de hát nyilván a Ludas Mendit azt mindannyian ismerjük. A népszerűsége, hát tehát nagyon, tehát szerintem ma is nagyon népszerűek, de mivel ugye tehát nagyon fontos dolog az, hogy amikor ez a műfaj, ez a műforma pontosabban elindult Magyarországon, akkor az élszlapok illusztrációit ezek a rajzok adták.
ma a lapok illusztrációt javarészben fotóanyag adja. Tehát eleve nyilván nem készül olyan mennyiségű karikatúra, nyilván, de az, hogy ez mennyire érdekes téma, és talán mennyire aktuális, ezt az bizonyítja, hogy, amikor a Hévízi Múzeumnak az első festetés György közművetési központ múzeális gyűjteményének javasoltuk ezt a kiállítást, akkor ez csak egy beszélgetés, ott akkor még csak 31 néhány képzeti alkotást javasoltunk, utána bővült kezdve majdnem 100 tárgyal a kiállítás anyaga, hogy akkor Herman Katrin, aki az intézmény igazgatója, tehát ő akkor ezt elraktál azt a fejében, és utána, amikor legközelebb beszéltünk erről a témáról, akkor mondta, hogy igen, ez egy nagyon jó ötlet a karikatúra, de ő szeretne ehhez tulajdonképpen egy komplet karikatúra fesztivált társítani. Mm. Tehát, hogy igen, és már pedig egy ilyen fesztiválnak csak akkor, tehát ez is azt igazolja talán, hogy igen, tehát népszerű, ha van erre érdeklődés, akkor igen, akkor csak népszerűnek kell lennie. Mettől meddig látható a tárlat, illetve ugye most megtudhattuk nagyjából, hogy akkor miért is Hévízre esett a választása a kiállítást illetően? Hát a Hévízi Múzeummal, a Munkácsi Mihály Múzeum eleve egy már több évre visszatekintő együttműködést tudott magáénak. Kapunk és adunk is kiállítási anyagokat. Most például az elmúlt esztendő decemberre óta áll az Orlai Peti Soma kiállítása, amely a Munkácsi Mihály Múzeum majd teljes orlai gyűjteményét magában foglalja. És akkor most kialakul az érdekes helyzet, hogy a Hévízi Múzeum mindkét időszaki kiállító termében a Békés Csabai Múzeum kiállítását láthatják majd az érdeklődők. Úgyhogy tulajdonképpen innen ez az együttműködés indokolja ezt hogy miért is Hévízen. Ezen a héten pénteken augusztus 17-én fog nyílni, és október 15-e az utolsó látogatási napja a kiállításnak. Végezetül pedig kiknek ajánlaná a tárlatot, akik esetleg arra járnak, milyen szempontok alapján lehet ez érdekes az odalátogatóknak? Kiknek ajánlom? Hát nekem olyan, amikor a múzeumot csinálom a kiállításokhoz a forgatókönyvet, akkor ott is, tehát van egy ilyen rubrika, amit ki kell töltenem, a kiállítás célközönsége, és már akkor el szoktam ezen gondolkozni, hogy tényleg kiknek is ajánlom ezt a kiállítást. De meg kell mondjam, hogy tehát igazából tehát azt szeretnénk, hogy egy ilyen kiállítás úgy működjön, amit 6-tól 96 éves korig lehet ajánlani bárkinek. Mert én magam otthon a gyermekemmel, mert szóval leszoktam így vizsgáztatni, hogy mondja meg, hogy neki mit jelentenek ezek. De nyilván ez más jelent az önkorosztály, vagyis a te korosztályodnak, az én korosztályomnak és az idősebbeknek. De azért, mert mindegyik korosztály más-más módon gondolkozik mindenről a világon, ebben a kiállítási anyagban pedig más-más korú karikatúrák vannak, más-más világot, más-más kis mini univerzumokat tükröznek ezek a rajzok, úgyhogy azzal, hogy kiegészítjük ezzel a rengeteg tárgyal, biztos, hogy mindenkinek fog jelenteni valamit. Tehát könnyű, tehát egy kicsit nem szerettünk volna didaktikusok lenni, de mégis szerettük volna egy kicsit megkönnyíteni, azt élményszerűbbé tenni ennek a kiállításnak az anyagát, egy kicsit közelebb hozni a mi korunkhoz igazából ez. Úgyhogy ajánlom, korra és nemre való tekintet nélkül. Köszönöm, hogy elfogadtad meg kívásunkat, reméljük, akik arra járnak, ellátogatnak és megnézik a kiállítást. Köszönöm szépen én is. Most pedig lássuk a hét legfontosabb kulturális eseményeit. 64 fiatal tehetség vesz részt idén a Magyar Rádió gyermekkórusának nyári táborában Gyulán. A gyerekek és a táborvezetők vasárnapig tartózkodnak a fürdővárosban, de ha pihenésre és szórakozásra nem sok idejük marad, a felkészülés ugyanis már az érkezés után megkezdődött. Próba a Magyar Rádió gyermekkórusának frissen kinevezett karnagya és művészeti vezetőjének irányításával. Walter Judit korábban a kórus betanító karnagya volt. Én ezeket a gyerekeket 2,5 éve ismerem és tanítom, és dolgozom velük együtt, főként mint hangképző, meg betanító karnagy nyilván. És akkor most van valóban ez az új feladatkör, hogy így együtt készülünk a jövő évadra, ami rengeteg szép feladattal jár. A gyermekkórus tagjai már első osztályos koruktól folyamatosan képzik a hangjukat. Számos fellépés van már mögöttük, de mindig újabb és újabb kihívásokkal néznek szembe. Kézsa,
Vannak olyan énekesek, akik már 7-8 éve erősítik a csoportot, de sok új tagja is van évről évre a Magyar Rádió gyermekkórusának. Azért jó ez a kórustábor, mert ilyenkor egy kicsit azért összerázódik az új csapat, és így aztán a koncerteken már tudunk beszélgetni előtte és nyugtatni egymást, meg hát ugye osztálytársakkal ez eleve magától értetődően jól sikerül. Mindig kicsit izgulok előtte, de aztán nagyon-nagyon jó érzés, amikor nagy tapssal megköszönik azt, amit adtunk a nézőknek. Olyan gimnazista lány is segíti az együttest, aki 2 év kihagyás után jött vissza a kórushoz. Már több éve járok a gyermekkórusba, és az évek során tapasztalatokat szereztem a kórusi életből is, és a tábori életből is, és már másodszorra vagyok itt, mint táborosztató, segítem a tanárokat. A próbák már ma elkezdődtek, és egészen vasárnapig folyamatosan zajlanak. A gyermekkórus szezonindító őszi első fellépése egy operett előadás lesz a Zeneakadémián. Adásunk második felében Elek Tiborral beszélgetek, akivel értékeljük a Várszínház évadát. Üdvözlöm! Én is üdvözlöm, és a televízió nézőit is. Nem is olyan rég ültünk ugyanitt, és beszélgettünk akkor az évad nyitóról, hogy mivel is készülnek a Várszínházban, milyen programokkal. Hallhattuk, hogy lesz Shakespeare Fesztivál, irodalmi és zenés estek. Megtudhattuk, hogy változatos programkavalkáddal készültek erre a nyára. Most akkor összegezzük, hogy is sikerült ez az évad. Azért 2 hónappal ezelőtt volt az, nem is olyan régen, tehát a közben eltelt a mi nyári évadunk, ami 47 napon keresztül tartott, és több mint 70 produkciót rendeztünk meg. És hát nagyon nehéz most még értékelni, ugye frissen néhány napja zárult az 55. évadunk, és különböző nézőpontokból nyilván másképp lehet látni, másképp látják a nézők, a kritikusok, másképp látjuk mi a szervezők. Én arról tudok esetleg beszámolni, hogy belülről a mi vállalásaink, a mi elképzeléseink hogyan teljesültek, és ez alapján azt mondhatom, hogy egy igen eredményes és sikeres évadot zártunk, egy 55. évadhoz méltó programsorozatunk volt. Azt, amit vállaltunk, azt maximálisan tudtuk teljesíteni, azaz, hogy a legkülönbözőbb nézői rétegeknek, legkülönbözőbb érdeklődésű közönségrétegeknek, a legkülönbözőbb korosztályú közönségrétegeknek, a legkülönbözőbb műfajokban kínáltunk igazi minőségi művészeti élményeket, és hát nagyon nagy sikereink voltak, ugye 5 saját bemutatónk, ami nagyon fontos mindig a saját bemutató, ebből 3 nagy színházi bemutató, a Székely János napokon mindjárt az évad elején a Caligula helytartója, a Szász János rendezésében Nemzeti Színházzal közösen, Tíl Zsolttal, Horváth Lajos Ottóval, Bodrogi Gyulával a főszerepben. Ez például már előre nagy figyelmet váltott ki természetesen, hiszen éppen 40 évvel ezelőtt mutatták be a Gyulai Várszínházban a Caligula helytartóját, ezért is vettük most elő. És hát a kritikusok visszajelzései is azt mutatták, a közönség is, hogy az egykori 40 évvel ezelőtti előadáshoz hasonlóan emlékezetes és maradandó élményt nyújtó bemutató sikerült. Az egyik budapesti vagy országos napilap kritikusa például azzal a Szalag címmel tette közé a kritikáját, hogy olyan előadás született Gyulán, amelyet mindenkinek látnia kellene. És reméljük, hogy sokan fogják is látni még ezt a bemutatónkat is, hiszen szeptember 21-től Budapesten a Nemzeti Színházban játsszák, a Magyar Dráma napján fogják éppen Pesten bemutatni, és onnantól kezdve folyamatosan a Nemzeti Színház repertoárján szerepelni fog ez az előadás. Ugye a másik nagy bemutatónk a Shakespeare Fesztivál végén, a Rosenkranz és Guildenstern halott, ami egy nagy nemzetközi koprodukció eredménye volt, ugye magyar-román, romániai-magyar-aradi kamaraszínház, az aradi román színház, és még az angol Tiger Lilies kultzenekar, rockzenekar közreműködésével. Hát ezt is előzetesen is már nagy érdeklődés övezte ezt az előadásunkat, és a sikerére talán
a sikerét az is jelzi, hogy már meghívást kapott a Gdanszki Nemzetközi Shakespeare Fesztiválra, tehát oda is el fogjuk tudni vinni, aztán Aradon is játsszák, és még más fesztiválokra is szeretnénk eljuttatni az előadást. A harmadik nagy bemutatónk pedig az erdélyi hétnek a végén volt a Bubocska című mese musical, ördög musical a tószínpadunkon a Kolozsvári Magyar Operával közös előadásban, ami pedig egyszerre szólt ugye a család minden tagjához, a kisgyerekektől a nagyszülőkig, és hát egy elképesztően látványos, színes, mozgalmas zenés, táncos musical volt ez. A Kolozsvári Opera 110 tagú társulatával érkezett, táncosokkal, kórussal, zenekarral, és nagyon szép előadás született, erről is számtalan kritika jelent már meg országos napilapokban, internetes portálokon nagy elismerés övezte, és még volt két kisebb kamara színházi bemutatónk, az egyik a Dózsa, szintén a Székely János napokon, ugye a monodráma, amit Bartus Gyula, a Jókai Színház kiváló színművésze adott elő, és hát erről Szakolcai Lajos, az idősebb színikritikus írta, hogy ő már sok Dózsát látott, de ilyen jót még nem, ilyen színvonalasat nem. A rendezőt, Ákosi Árpádot is, és a színészt Bartus Gyulát is nagyon dicsérte. Ez az előadásunk is menni fog különböző helyekre az országban, meg talán határon túl is. A Nemzeti Színházba is be fogjuk mutatni, mert oda fölvisszük a kétnapos programsorozatot a Nemzeti Színházba, október 17-18-án, ami itt volt, tudományos konferenciával, kerekasztal beszélgetéssel, előadói estekkel, ez mind fölmegy, és az ötödik bemutatónk is, ami Én és a világ címmel, Székely János verseiből volt egy önálló előadói est. Hen János, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház színművésze adta elő, ez is része ennek a programsorozatnak, és ez is fölmegy Budapestre. Tehát ezek csupán most az öt bemutatónkról beszéltem még, de hát számtalan más vendégelőadásunk volt a legkülönbözőbb műfajokban, történelmi drámák is, ugye a Vár előtt volt egy hatalmas Zrínyi 1566 című rockopera, több mint 1000 néző látta ingyenes előadásunkat, amúgy is nagyon sok ingyenes előadásunkat, gyerekelőadások is, bábelőadások is, aztán a templomokban játszottunk komoly zenei koncertjeink, voltak könnyű zenei koncertjeink, számtalan irodalmi program, táncszínházi előadás, tehát mindaz, amit előzetesen meghirdettünk, azt meg is valósítottuk, a három nagy csomópontot is, a Székely János napokat, a Shakespeare Fesztivált és az Erdélyi Hét, ami új programelem volt idén, az is nagyon nagy sikerrel zajlott, egy héten keresztül különböző erdélyi magyar színházak mutatták be a izgalmasabbnál izgalmasabb előadásaikat, nagy érdeklődés is volt iránta, és a kritikai visszajelzések is nagyon pozitívak. Akkor sikerült a kitűzött célokat ezek szerint teljes mértékig véghez vinni. Ha már a visszajelzéseknél tartunk, ugye ön is említette, hogy több szemszögből is fontosak a visszajelzések, a nézői szempont, a kritikai, illetve ugye szervezői szempontokból. Mi az, ami igazán fontos önöknek, és amire esetleg mind szervezők tudnak építeni? Hát ezek mind, nem nagyon nehéz lenne különbséget tenni, hogy mi a fontosabb és mi a nem fontos, mert ugye egyrészt a Gyulai Vászínház hagyományosan mindig minőségi művészeti élményeket kínált, tehát nagyon fontos, hogy színvonalas előadások legyenek a szakma által, a kritikusok által elismert, kiemelt olyan előadások legyenek, amelyeknek a továbbjátszása biztosított, és ezek most teljesültek, megvalósultak, tehát ilyen szempontból is mindenképpen sikeres. Ugye nagyon fontos a közönségnek a véleménye. Azok, akik az előadásainkra elmentek, volt számtalan tertházas előadásunk, de voltak olyanok is, amelyek kevesebb érdeklődőt vonzottak, de akik részt vettek az előadásokon, mindig úgy mentek el, hogy csillogott a szemük, gratuláltak, köszönték, hálásak voltak, még ilyet kellene idehozni, vagy tizet, meg ilyeneket mondtak nekem folyamatosan, meg a kollégáimnak is a nézők, tehát ez is nagyon fontos, hogy a nézők elégedettek legyenek az előadásainkkal, ne úgy menjenek el, hogy na ide
se jövök többet, hanem inkább úgy, hogy amit láttam, ez garanciát nyújthat a jövő évadra is, vagy a jövő héten egy másik előadásra, hogy eljöjjek. Tehát ez is nagyon fontos számunkra. Ha valamit ki kellene emelni, ön személy szerint mit gondol, melyik volt az a programelem, ami a legnagyobb népszerűségnek örvendett, vagy esetleg amire ön a legbüszkébb? Hát ezt is nagyon nehéz egy ilyen több mint 70 produkcióból. Amiket elmondtam a korábbiakban, azért is emeltem ki magam is, mert ezeket nagyon fontosnak tartom. Tehát a saját bemutatóink azok nagyon fontosak, hogy legyen olyan, ne csak vendégelőadások legyenek, hanem olyan, ami ott készül. Tehát egy Caligula helytartója azért az rangot ad a Gyulai Vászonyháznak régen is, és ma is, vagy egy olyan izgalmas előadás, mint ez a nemzetközi koprodukcióban létrejött Rosenkranz és Girdesten halott, de a Bubocska is, tehát ez a három nagy bemutató mindenképpen, akkor ugye a vár előtt említettem, hogy a végvári napok keretében bemutattuk a Zrínyi 1566 Rock Musicert, ott legalább 1300-1400 néző láttatta ingyenesen, és ez is nagy dolog, hogy ingyenesen tudtuk lehetővé tenni számukra ezeket az előadásokat. De hát olyan különleges ingyenségek is voltak, mint a Tabu kollekció, a Soha Róza ének együttes egy különleges előadás produkált, egy kvázi divat bemutatót, de nagyon látványos vizuális megoldásokkal, effektekkel is, és olyan különleges volt, amit ritkán lehet látni Gyulán ezután, az előadás után mondták például, akik látták, hogy még vagy tizet kellene idehozni, de ezt szűkebb réteg látta, de aki látta, az teljesen el volt ájulva tőle, vagy a Virtus, a Duda Éva tánc, Duda Éva és társulata táncszínházi előadása, ami cirkuszi, akrobatikus elemeket és színházi elemeket együtt jelenített meg, ez is nagyon jó előadás volt, de hát mondhatnék gyerekelőadásokat is, amik színvonalasak és jók voltak, az ingyenesek is, meg akár a fizetősök. Végezetül pedig nyilván még messze van a jövő évad, de esetleg körvonalazódott-e már önökbe azt, hogy melyek azok a programelemek, amelyeket biztosan tovább visznek a hagyományokhoz híven, és jövőre is találkozhatnak vele az érdeklődők? Igen, fontos, hogy a hagyományokat is tovább visszük, de folyamatosan újítunk is. Ugye az idei évadban már volt két fontos új programelem, a Székely János napok, ami a Nemzeti Színházzal közös projektünknek az első megvalósulása volt, aminek a célja, hogy az elmúlt évtizedek nemzeti klasszikusainak életműveit újra előtérbe hozzuk, és egy-egy művét bemutassuk, és ez jövőre Vörös Sándor lesz, és a Kétfejű Fenevad című viszonylag ritkán játszott, de nagyon értékes drámai művét fogjuk bemutatni a Nemzeti Színházzal közösen, de már ugye kétnapos programsorozat lesz ez is jövőre. Folytatni fogjuk a Shakespeare Fesztivál hagyományát, ugye rövidebb, de sokkal intenzívebb, sűrű programokkal. Volt olyan napunk, hogy négy programunk volt egy nap alatt a Shakespeare Fesztivál idején is, vagy a Székely János napokon. Ez nagyon nagy megterhelést jelent mindenki számára, de azt hiszem megéri ezt is tovább csinálni. És az új programsorozat, az Erdélyi Hét is nagyon nagy sikerrel, érdeklődéssel zajlott le, az erdélyi színházak is örültek neki, a nézők is örültek, voltak, akik ezért utaztak Gyulára, hogy megnézhessék ezeket az előadásokat, tehát valószínű, hogy ezt is fogjuk tovább folytatni. Tehát ez a három fő csomópont megmarad jövőre is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és a továbbiakban is hasonlóan sikeres munkát kívánunk önöknek. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt a művészbejáró. Ha szeretnék megtekinteni további műsorainkat, látogassák meg a behír.hu oldalunkat. Egy hét múlva újabb kulturális hírekkel jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!